Sziasztok! Itt az újabb műhely epizód, Lacival és Zolival. Ciao. Na mi történt, királyi? Mesélj! Ezt már látunk! Ezt látom, hogy azért itt történt valami. Hát ahogy megbeszéltük, mondjuk, ugye a hátfel az kicsit oda volt. Igen. Ez le lett fényezve. A két küszöb lett fényezve, ajtó, kicsit a homlokfal, ugye, tár a csomagtartó, ahol itt el volt bánva vele egy kicsit ugye a gáz miatt. Igen, és ott is visszamentek azok a helyére. Igen, az ki lett lakatolva, hogy benézel ott azok a kis izék, ki lettek hajlítgatva, meg mit tudom én. Tehát úgy igazából nem oldtimer felújítás zajlik totálban, hanem valahol a helyreállítás, inkább így fogalmaznék a kérdését szerint, mert ugye napja használat is autó lesz. Igen. És nem szeretnék vitrínbe tartani, tehát majd egyszer eljön az az időpont, amikor totál felújított, de most egy vállalható állapotra hozzuk, inkább így fogalmazom. És annyira csúnya volt a csomagtartó, hogy tárgyakat sem tartottam benne szívesen, de most már szívesen fog benne tartani tárgyakat. Igen, mert a bácsi, akitől vetted, ugye az mandarint szállított vele. Nem keveset. Vonóorogba húztam mandarin, és után futott meg a lakókos. De most az is eltűnt innen a vonóorognak a igen, a teljes... leszereltük, meg a maradványait, meg igen. A tyúkokat eltüntettük, és akkor így leengedem az autót, hogy körbe tud nézni, mint büszke tulaj. Kicsit zajos, igen. Volt itt egy kisebb... Mit tettél a kerepekkel? Hova lehet az antenna dugó? Igen, hát... Azt így szép. Bevallom, én voltam ott egyedül, de nem értettem. Jó, szóval hát... az van, hogy nem voltam hajlandó úgy hagyni, bármennyire is vitába keverhetünk ezáltal, de én úgy gondolom, hogy tehát azt, hogy odaragasztunk egy öklöni méretű műanyag cápa antennát, ezt én úgy gondoltam, hogy nem tesszük. Az az igazság, hogy akkor még nem tudtam olvasni a sorok közt, amikor küldted az üzenetet, hogy 48 darab pörsenyés számot adok össze a tetőn. Igen, azt hiszem, hogy ezt nem is örökítettük. És... Ez látható, hogy miért lett ez végül is terébe fényezve. Azon kívül, hogy tehát azért mai autós életben a fényezők nem szívesen vállalják az ide-oda tűzszentek. Hogy mondjam, munkákat, mert jobban megjelenik egy sárvédőből, mint egy ilyenből, hogy te figyelj csak léci festékes ruhával, csak az eleje, a közepe, a negyedének a harmada alatt. Csak a felkészülés és az utómunka. Igen, és akkor volt olyan fényező, ahol levettem a trailerről majd vissza, de mint látod, találtam olyan embert, aki ezt elmerte vállam. Fú, ez szép. Na, igen, várjál. Igen, a homoklemez az szerintem... Emlékeztek rá, hogy itt a mandarin dealer leütötte a sarkát, de hát ez gyönyörű szép lett. Kollégám Karcsi jó voltában. Ez gyönyörű szép lett. És van még egy témánk. Várják, kitalál a balonkabát, anyag? Igen! Na hát most, hogy kikerült ide ez a barna antilop. Úgy elhangzott, hogy ez a tökéletes kártya, kivéve amúgy nem tökéletes, ezt azért látja a kamera is, gondolom, és nem azért van, mert bűnbe megtapostam. Szóval ezzel az a baj, hogy ez itt ilyen szakadás áldozata lett, de tulajdonképpen ezekkel az a gond, hogy itt lehet látni egy ilyen kis anyaghiányt, hogy innentől ugye kicsit beljebb van a tetőkárpit. Ennek valahol így kéne kinézni, mint itt. Ugyanis ezek a fajta kárpitok úgy vannak berakva, hogy a szélei túl van hajtva a peremen, meg van ragasztva, és ugye belül ezekben a kis csövecskékben rudak vannak, amik feszítik a helyére a tetőkárpitot. Most ez az eleje az autónak, ez a szélvédő, és sajnos itt a nap hatására ez elfárad, letörik. Őt már eleve nem tudjuk odáig kihúzni, hogy vissza tudjuk ragasztani. Ebben teljesen igaza volt a Tar Andrásnak, aki a barakárpitnál dolgozik, és eleve mondta, hogy szerint ez lehetetlen vállalkozás. De az a gond ezzel, hogyha vissza is próbálod rakni a helyére, és sikerül is, valószínűleg amikor berakják a szélvédőt,
ha nem azonnal, akkor egy kis idő múlva a naphatására ki fog bújni. Most ennél az autónál még nincs olyan elem, mint az E30-nál, ami ezt az egészet ott tartja és takarja. Aha. Ez így szűzben így van. Amikor ez kibújik, akkor ez így leesik. Igen. Szóval az egy dolog, hogy szerintem itt tisztaságilag, hát itt azért lehet látni, milyen volt ez régen. Még annó. Még nagyon annó. Ugye így. És azért ez nem néz ki jól. Igen. Én amondó vagyok, hogy ezt... És látod, hogy ez még műanyag? Ez műanyag, ez nem varva van, hanem hát össze van. Hegesztve. De Laci, ez hogy jött le? Hát képzeld el, a legendárium szerint... Vagy ez hogy volt? Ez hogy jött le? Ez úgy történt, hogy már a fényező kamera után azért észrevehető volt, hogy ez nem lesz vicces a végeredmény, de én még küzdöttem, tényleg, disznó a jégen, föl volt ez ragasztva amúgy az elejére, majd a szélvédő nélküli trélerezés hatására a visszapillantóban csak ennyit láttam. Ha-ha! Ez az ászló. Ha-ha! És akkor mondtam, hogy hát, elindultunk ezen az úton. De nem igazából tisztelt bíróság, nem én voltam. De nem én voltam ezek az... Nem, igazatok van, igen. Ez így a trélerezés miatt szakadmányolt el. Aminek én annyiban örülök, mert valószínűleg a felrakásra lett volna ez ügyes. Aha. Szóval az a gond, hogy ahhoz, hogy ezt meghúz, megfeszít, ez az anyag, most ez nem bírnás semmi. Ne fedézd a pohárt, ez mi elviszed és... Nem, mert szeretnék egy fürdő nadrágot magamnak. Felrakod a jó fogásra, hogy kicsit használt. Hibátlan, igen. Nem, hogy van meg két ilyen van. Igen? És benne van még a mandarinok illata. Na, de lehet, hogy kárpul is leszik egyébként, hogy hát ez szar. Nyilván valahogy lehet takarítani, mert műanyag, de hát el van meg kemény. Az a baj, hogy ez csak tudott takarítani a helyén van, de igazából... Meg ugye a másik az, hogy ez az autó nem volt 20-valahány évig a raktárban, és ez most ki fog állni a... Mármint, hogy nem fogom tárolni, de hát fölfognak. Igen, az a baj, hogy ezek a dolgokban hinni kell a szakembereknek, és azért amikor mondták, hogy ennek nem sok esélye van, azért rá kell próbálni. Viszont, és itt is András, Szar András barátomnak, ez az A oszlop borítás. Ha megmutattam, hogy ez így néz ki, ő szótlanul elvonult, visszatért egy ilyen anyaggal, hogy ezt engedjük el és újra kell csinálni. És akkor ő ezt így... A különbség az valószínűleg azért igen. Érezhető, hogy... Szóval, hogy nem kell mindent megmenteni ez a csíknak is, ugye? Így van. Igen, így és van. Ez igaz egyébként nem csak autóra, hanem alkatrészekre is. Tehát az, hogy felszenvedsz valamit, és az eredeti, de egyébként mocskos szagon néz ki, annak nincs értelme, ezeket ki kell csegeni, meg kell csinálni, és van még már lehetőség. Szóval szerintem ezzel előbb. És megint csak ugye kiállunk a melegben, ott fog állni az autó. Igen, azt mondjuk talán vissza lehet szenvedni. Itt az E30-nál váltottak, ott egy műanyagon van ez. Aha. Itt az a gond, hogy az A-oszlopra rá van ragasztva egy szivacs, és ezt te ráfeszíted. Most ugye, ha már az, amit rá akarsz feszíteni, sem akar ott maradni, akkor azért ez így nem egy túl esztétikus eredmény lesz, mert ilyen gyűlöltve szétszalsz. Hát igen, mert a szivak sem 42, tehát az is 42 éves, az már nem fogja ilyen szépen kifeszíteni. Igen. Úgyhogy ezekkel, és azt mondom, hogy gyakorlatilag, ha bármit is fogsz a kocsival csinálni, akármikor megmented a lányod lányának a lányának, és majd újra fény, meg OT, meg ne bármi, a belsejét, tehát tökárpit, ilyesmit, valószínűleg egy ajtófényezését már nem fogok lenni. Tehát most len van, most kijavítjuk, a belseje szerintem tök jó lesz. Kívülről még vannak meglepetések, ezt már megbeszéljük, hogy hogy legyen, de a végeredmény jó lesz így is. Jó, szuper. És nem lesz rajta Tesco-s ragasztott antenna. Hát már mennyire is fáj ez nekünk. Pedig, főleg, hogy nem is hallgatok rádi. De igen, ennek örülök. Most nézem a dísz, ezek a lécek akkor visszamennek. Igen. És nem utolsó sorban, elméletileg, te otthon szobrászkodtál, én belső dolgányosan. Igen? Már is hozom. Készültél már? Persze, készültem. Várjál csak. Itt hagyok a kocsiban. Persze. Itt hagyott minket László. És hogy lássatok autókat is, ne csak ezt előtt. Hogy mondjam. Mandarilláda. Vírus láda. Gyere, G, mutatok autót is. Egy kicsit.
megvan, megvan. Mutatunk olyat is, amit esetleg jó megnézni. Tadám! Múlt heti tesztben volt egy szó, ugye volt egy A8-as, amit a Göbi tesztelt, ami a kollégám autója volt, és ott ő említette egy olyat, hogy Audi V8, mint típus. Tadám! Végjátékban vagyunk vele, össze van szerelve, amit lehet, meg van rajta javítva. A Váj Pistára utalva, ugye ez az autó, ami mi lecseréltük a féket, amit nem nagyon szoktak, mert ez az a híres UFO fék nevű történet, és ezen van egy új első fék. Ide, ha benéztek, ez nem a fém keréktárcsa, hanem maga a fék dob. Mert dob, ugye ez egy dob, de ugye egy féktárcsának a dob része, mert ez egy ilyen furcsa alakú, tyúkítatónak hívott alkatrész. Úgyhogy ez a híres V8, amiről a Göbi beszélt. Hát ez is egy ilyen kisebb simogatáson esett át. 3.6-os V8-as motorral van szerelve. Ez mi az évjárat? Stél? Igen, azt hiszem az. Ott valahol. Titeket aztán keresett az ember. Arról beszéltünk, hogy esetleg autót is mutatunk, hogyha ha már rá is nyitunk. Mert ez a 3.6 V8 azért na. Igen. Szóval ez most egy olyan történet, ami így összeépítés alatt lett. Ami hibája volt, meg lett javítva, stb. De még azért takarítás, ezek azok vissza vannak. De hát minden nem működik, még a fényszóró, mosó, törlő, minden. És ez még a régi korszak. Igen. Ugye sok embernek a V8, hát aki úgy ezeket ismeri, mint például a Göbi, ő tudja, hogy ez miből. Ez az Audi 100-as, 200-as korszak, és utána jött ugye az A8, az alukasznival, ez még fémből van. Laci szőrén elcseréled? Már én nagyon szerettem ezt a BMW-t. Meg ez még nincs kész. Ja, mert a tiéd kész van, igaz? Mutasd már neki BMW-t, hogy mire cseréljem állat. Ja, hogyha BMW-ről van szó? Aha. Ennél jobban ne fújjátok már az orromat bele. Itt van a egy saját taknyomba. Hát. 95-ös évjáratú E38 750. Ez egy 5 és feles V12-es motor. Rá szerelt kis 750-es. Háromszor annyi henger van, mint a Laciéba. Hát. Dehogy is csak kétszer. Miért? Hát az 6 hengeres. Ja, tiéd már igen. Hát persze. Nem fogjuk. Jöttél egy kicsit, mi? Na, aha. Ugye, hoppá. Várj, mindjárt jöttél, volt egy kis térnyerés. Tiédben is van telefon? Szokott. Most vetted ki az antennát belőle, hallod. Csak, nyisd ki ezt az ajtót, mert igazából ugye ez az autónak az egyetlen egy leges. Itt a főhely, tudod, hogy ide beül hátra a boss. Felrakom a kerámiázott tetőre, az jó, nem? Nézd, itt a boss, itt ül hátul. Várjál, le kell tenni a dolgaimat. És akkor innen én tudok telefonálni, rádiózni. Nézd csak, innen állítod az jobb első ülést, tudod, hogy a főnök boss. Roland, menjél már előrébb. Roli, nem férünk el, Roland. Igen. A memória. Hogy Roland, nagy Roland. Közepes Roland. Igen. Akkor telefonálgatsz, de ha akarsz, akkor eszel, iszol. Nézd csak itt, ezt itt így hirtelen. Esetleg a sminkedet is meg tudod javítani. És amúgy, figyeld, korabeli BMW megoldás, kikapod, ide a kis golyóstól. Menetlevelet meg tudod írni. Ja, azt igen, a zsukra. Ja, szóval így. Ezt találtak ki annak. Ha magas vagy is, meg tudod mennyi mandarin férne az. Hallod? Vonóhorog van rajta. És ezen van tetőkárpit. Ez is újra van csinálva. Hát tegyük át. Igen? Hát itt le kell csipni. Lukas. Nem bocs. Jó. Nem jó. Úgyhogy van, ilyesmi is. De nézd meg. Ez a finomság. Nem mi anyagot fogjál, érted? Nem, fabetétet. Hát mi van veled? Ja, és a hátsó ülés is elektromos, fűthető. Mozgató, mindent tud. Na mindegy, de menjünk vissza a valóságba. Nem. Én egyébként ezzel az ülésfűtéssel most voltam kint egy Opel teszten, és megmondom őszintén, az üléshűtés
az leleplez, mint a titkos fingot, hallod. Nagyon durva. Egy nagyon picit kiteszel, nagyon picit, és az egész autóban mindenki érzi. Tehát ez, a, ez az egyetlen hátrány az üdés. Ez egy hasznos hűtése. Információ volt. Miért te nem tudtad egyébként, hogy ez ilyen? Hogy így nem. Hát már próbáld ki egyszer. Borzasztó. Azt hiszed, hogy megúszod, nem úszod meg. Fáradjál vissza a mandarin kocsithoz. Vagyok. Jó, rendben. Nagyon durva egyébként, tényleg. Beszállsz egy fúval, de csak egy picivel. Hú, ezt biztos megúszom. És mindenhova elér. A prémium AZ Meistertile lekenőanyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meistertile lekenőanyagok az Unix autótól. Úgyhogy jöjjünk vissza a mandarin világba. Mandarin világ. Na szóval, de szép kis OT cápa. Ugye? Na, itt vannak a lámpák. Várjál, de mindjárt hozom a többi nagyon érdekes dolgot. Ugye milyen szép? És a színe milyen jó? Hm? Három betű szín. Zöld. Zöld. Nézd. És most hozol be mindent, amit te... Várjál, amiket otthon építettem. Azt a de szép. És nincsen szétfurkálva, nincsen szét, háromba raktam össze. És hogyha kihúzod, akkor kivettem ezt a hamuzó fémbetétet, hogy legyen egy fiók, hiszen senki nem dohányzik. És ide visszakerül a fény, az ott van bent. És arra nagyon figyeltem, hogyha valaki kiveszi, akkor ide még az legyen írva, hogy 79. október 23. Tehát ez került ebbe vissza, nem mást használtunk. Ott én nézik? Ja, és nézd meg. Szétszerelik, tudod. Ezt se fogom használni, de azért meg kell csinálni, hogy bent maradjon. Így. Na, de hát vannak még egyéb dolgok is. Kárpitok, belseje, ide egy kis gumi. Itt a hátát egyébként össze lehet rakni, itt a villanyt. Aha. Itt nézelődök, hogy vajon hova raktuk a kábelköteget még régebben. Itt nézd. Itt van valami. Itt is itt van. Igen, az a csomagtartó villanynak a kapcsolója. Yeah, föl kell fűzni ide a tetőbe, csomtetőbe. Jó. Na, várjál. Vannak ilyen. Jaj, hát itt van. Szia. Tényezések maradványai. Ennyi. Szép és jó. Na de... Csak összehoztuk, hogy legyen a tetején egy fényezett elem, és ne az a hülye műanyag antenna, amit a Laci gondolt. Így már azért vállalható lesz az autó. Na de hát, szétszette a lámpákat, elmosta a lámpákat, kitakarította, megcsinálta, nagyon ügyes volt. Úgyhogy most összeszereljük. Elméletileg kijavította a fűtésboxot is, ami szét volt törve, meg minden ilyesmit ő meg orvosolt otthoni kis magányában. Segítsünk? Hát, és így csak hagyni a gecibe. Te hallod, hullik belőle a fekete izzó. Fekete izzó? Nézd, króm izzó. Ilyet nagyon-nagyon drága a króm izzó. Ja, azért nem cseréltem ki, mert nem volt. Várjál. Ezt kicseréljük az összeset. Egy csomót kicseréltem már benne, és aztán azt azért nem, mert nem volt. Nem tudod? Például nézd csak. És ezt megtakarítottam. Meg hipóval. Ezt tartja a napellenzőt a tetőn, mind a kettő el volt törve. Ezek meg voltak már sárgulva, de a Domestos ereje, ja nem szabad, a Clore ereje. Például ezt is megcsináltam. Nem, ezek darabok, mert ugye ez szar el volt törve. Nem, hogy mondják szépen? Nagyon el volt törve benne. El volt fáradva. El volt fáradva. És újra felépítettem benne egy csomó mindent. Tehát itt ezek is el voltak törve. Ez is. És ebből nincs másik. Tehát van másik három nekem, de mindegyik ugyanott van eltörve, mert korosak ezek a műanyagok. De most már minden működik rajta. Ott látod, G? Ott. Minden működik. Ez is. És mozgatja is, ha... Bovdent, mert ez sem mozgott. Hát ott. Így. Nézd, varázslat, őrület. Ez nem üvegtestű izzó. Nem áll, az hogy került oda bele? Hát úgy, hogy ki akarom cserélni. De mint lehet látni, azért az évezredek foga kicsit ráolvadt a
a foglalatra. Az enyém. Úgyhogy most ez így jött ki. Tehát... De hát várj, ja, mert én kivettem, de várj, ezeket én elmostam. El, csak itt most. De hát akkor most mi történt vele? Hát semmi, hát nézem, hogy mi, hogy van. Most rakjuk össze, és akkor valami. Csak hát ugye ez nem jön innen ki, mert ráolvadt a ház. Az mi ez? Az a, hát gondolom magad, az a helyzetjelző, nem? Nem, 21 watt. Ja, féklámpa megolvasztotta? Hát lehet, akkor ez bácsi sokat állt lámpánál. Lejtős vidéken lakott. Nem baj, megoldjuk ezt is. Megcsináltam ezt is. Most már. Mert egyébként pont ezt a szint nem lehet rendelni. Ez a vezető oldali. Uh-huh. És pont ezt a szint nem lehet már rendelni sehol, úgyhogy meg kellett javítanom, mert el voltak törve. De sikerült. Mi van még? Az van. Ja, ez is megvan. Ezt is megvan mindjárt, akkor behozom, oda vissza kell rakni. Ó, megvan még egy doboz tele alkatrésze. Na csak ennyi. Látod, hogy ez történik a műanyaggal 42 év alatt. Látod? Egyszerűen elfoszlik. Ez meg elég sok, elég régóta már dobozban van. Úgyhogy ez jó. Nos, hát akkor elkezdünk most bütykölni Zolival. Fölrakjuk azokat az alkatrészeket, amiket a kezembe nyomott, és megkért, hogy rakjam őket rendbe. Meg minden mást is elkezdünk visszaszórni az autóra. Következő adásban, ugye addigra már elkészül az autó, összerakódik. Két dolog lesz csak hátra, az egyik ugye az első szélvédő, a másik pedig egy végső polír. Úgyhogy ezeket fogjuk a következő adásban majd megmutatni nektek. Mi lesz még, Zoli? Mit fog még csinálni a kocsin? Összerakjuk itt a hátulját, lámpákat, mindent, amit leszereltünk, a belsejét, fűtésbox, meg kell csinálni még az üléseknek a takaróit, a keszitartót. Az elején ugye a homlokfal lett levéve, azt még ott fixálni kell. Az alján a rozsdás futóműelemek, ezek azok, kipfogócsónk, vagyis bocsánat, a leömlő. Leömlő, igen. Azokat lefestjük, az alját letakarítjuk, a kerékdobokat szerintem ki fogjuk fújni alvázvédővel, azt hiszem, ez gyárilag is fekete, csak az gyárilag is kopott. Fekete, igen. És akkor a tetőkárpitot elindítjuk az útján, és ahogy ez kész, berakjuk a hátsó szélvédőt, első szélvédőt, és akkor szerintem egy ilyen egységes külső, hogy mondjuk, ilyen polír autókozmetika, van erre egy nagyon-nagyon jó emberünk, és akkor ő nála ezt megtörténik, és szerintem onnantól OT. OT vizsga, hogy a vágyaid teljesüljenek. Jó, úgyhogy akkor a következő adásban még egy pici szerelés, aztán pedig izgalom, a tetőfokára hág, mert elmegy OT-re az autó. Tartsatok velünk, iratkozzatok fel, nyomjátok a csengőt, sziasztok! Ciao. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.